Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán! Most szeptember vége van, és egy hét múlva nyílik a zöld kártya pályázása. Szóval egy hét múlva be tudod küldeni a pályázatod, hogy megnyer zöld kártyát ide, Amerikába. Úgyhogy gondoltam, csinálnak egy ilyen kis gyors videót, talán gyors, nem tudom, hogy adjak neked kis információt, kis tippeket, hogy mire kell számítanod, vagy hogy működik a zöld kártya. Információ róla, a zöld kártyáról. Mert nagyon sokan állandóan kérdezgetnek, úgyhogy itt pont a tökéletes idő. Én csak erről tudtam meg ma, úgyhogy ezért nem csináltam hamarabb. Hamarabb kellett volna, de most már itt vagyunk. Szóval, ha ismersz valakit, aki szeretne Amerikába költözni, vagy gondol erre, küld el nekik ezt a videót, és meglátják, hogy ez tényleg nem is nehéz, nem félelmetes egyáltalán, mert elég félelmetes lehet nagy választás az életben. Sokan már tudjátok, hogy én és anyám itt vagyunk Amerikában 14 éve a zöld kártyával, és valahol a videóban adni fogok egy tippet, ami segített neki megnyerni a zöld kártyát. Anyám pályázott 4-szer, és mind 4-szer nem kapta meg, nem sorsolták ki. Az 5. alkalommal ezt a kis tippet csinálta, és itt vagyunk. Az első kérdés, amire akarok válaszolni, kell, hogy angolul tudj ahhoz, hogy ide költöz. Nem, jönnek egy millió Mexikóból, akik nem beszélnek angolul. Viszont, mikor ide költözöl, és azt hiszem 7 év múlva kapod meg az állampolgárságot, akkor fogsz menni egy interjúra, ahol már kell beszélned angolul, úgyhogy a 7 év alatt meg kell tanulnod angolul. Ami nagyon könnyű. Szóval ez a lottó most úgy hívják, hogy DV 2022. Ebben az évben 55 ezer embert fognak kiválasztani. Előtte mindig 50 ezert választottak ki, úgyhogy most már van 5 ezer embernek több lehetősége, hogy nyerjen. A dátum, amikor kinyílik, hogy tudsz beadni a pályázatod, nagyon fontos. Szerda, október 7-e, október 7 dél New York-i időben. És attól az időtől tudsz már beadni a pályázatod, és ez nyitva van november 10-ig. Szóval október 7-től november 10-ig nyitva van a pályázat, amíg beadhatsz. Oké, szóval nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy te tudj beadni a te pályázatod, és hogy el is fogadjanak. Szóval kell hozzá két dolog. Vagy kell végezned gimnázium, és kapni diplomát, hogy végeztél gimnázium, vagy ha nem végeztél a gimnázium vagy egyetem, minden magasabb iskolát végeztél, azt küld be nekik, hogy ezt végeztem. Ha csak gimnázium végeztél, akkor megmondod, hogy csak gimnázium végeztél. Ha egyetem, akkor szuper. Ha nincs ez, akkor kell, hogy dolgozz 2 évig egy szakmába, és ennek a szakmának kell 2 év tanulás lenni az előző 5 évben. Szóval, ha körmös vagy 2 éve, és azelőtt 2 évet tanultál körmösre, vagy kocsijavító, kocsiszerelő, ha minimum 2 éve dolgozol, mint egy kocsiszerelő, plusz hozzá volt még 2 év tanulásod, akkor tudsz azt azzal beadni. Szóval, vagy az iskolai végezeted, vagy a munka tapasztalatod. Vagy. Aztán a második dolog, ami nagyon fontos, szóval ez a kettő között kell az egyiknek lenni, vagy mind a kettőnek, és a másiknak, hogy be tudj küldeni a pályázatod, az, hogy egy olyan országból kell lenned, amiből, ahonnan nem jöttek ezrein ide már Amerikába. Valahol a videóban meg fogom mondani, most van egy egész lista országokról, akik nem jöhetnek ide, mert előző 5 évben azokból az országokból már 50 ezer ember jött ide. Úgyhogy ők akarnak, hogy mindenhonnan, Amerika akar, hogy mindenhonnan jönjenek emberek. És ne csak egy helyről mindenki. Nyugodj bele, Magyarországon nincs ebben a listában. Szóval kell vagy iskola, vagy munka, tapasztalat, és hogy olyan országból gyere, ahonnan nem jönnek sokan általában. Szóval, hogy működik ez a zöld kártya? Kikap? Van 55 ezer kártya,
amit adnak embereknek. Ha te egyedülálló vagy, és csak egyedül jössz, akkor te kapsz egyet. De ha te vagy egy férj, és van feleséged és két gyereked, akkor az plusz még három zöld kártya. Szóval már négy zöld kártyát elfoglalsz, ha téged választanak ki. Szóval csak te pályázzál erre a zöld kártyára, de neked van még három ember veled, ők is kapnak zöld kártyát, három zöld kártyát, amit kivesznek az 55 ezerből. Szóval ami emberek hozzon magaddal, ők elvesznek a esélyeket más embertől, aki pályázott. Vagy ha mondjuk Németországból valaki jön, és van 8 gyereke, akkor az a 8 gyerek elveszi a lehetőséget más 8 embertől, akik pályáztak. Csak egy embernek csak egyszer lehet pályázni ebben az időszakban. Ha kétszer pályázol október és november között, akkor rögtön disqualified, hogy rögtön kirúgnak a programból, és nem fognak téged választani. Viszont, ha te vagy egy férj, és van egy feleséged, akkor mind a ketten tudtok pályázni, és ha te nyersz, akkor te őt viszel magaddal, ha ő nyer, akkor ő visz téged magaddal. Az is van, hogy sokszor emberek jönnek ide, és később majd a családját hozzák ide. Erről egy külön videót akarok csinálni, hogy milyen más módon lehet vízumot ide szerezni. Hogyan választják ki az 55 ezer embert? Ugyanúgy, mint a lotót? Csak úgy kisorsolják? Egy gép, nem egy ember, hanem egy számítógép, csak úgy innen-onnan kisorsol embereket. Megnézi, hogy melyik országból mennyi ember jött, és abból kiválaszt pár, ebből az országból kiválaszt pár, soha nem több, mint 7% egy országból. Ugye mondtam, hogy van most egy lista, ahonnan nem jöhetnek ide, nem pályázhatnak. Itt van leírva, mert ez elég hosszú lista, azért, mert az előző 5 évben ezekből az országokból már 50 ezer ember jött ide. Szóval ezek az országokból nem jöhetnek ide Amerikába most. Bangladesh, Brazil, Kanada, Kína, Hongkong is, Kolumbia, Dominican Republic, nem tudom, hogy mondjak magyarul, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jamaica, szóval afrikai részek, Mexiko, Nigéria, Pakisztán, Philippines, South Korea, Koreából, Korea egyik része, Anglia. Erre nagyon meglepődtem, csak nem Irlandból valamelyik részéből jöhetnek, de Angliából nem jöhetnek. 14 év alatt itt azt hiszem láttam, megismertem két embert, aki Angliából jött, úgyhogy nem tudom, hogy honnan veszi Amerika, hogy itt él, ide jött 50 ezer angliai ember pár év alatt. És Vietnámból nem jöhetnek. A kis tip, amit akartam adni, hogy anyám nyerte a lottós sorsolást. Emlékszel, melyik napon nyílik? Október 7, dél, New Yorki idő. Ahogy kinyílik október 7-én dél New Yorki időben, rögtön küld be a pályázatod. Ott lent leírom a weboldal, ahol kell beküldeni, és rögtön, hogy kinyílik, küld be. Mert az első 50 ezernek van nagyobb lehetősége, hogy őt kiválasztják. Ez nem ilyen, ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem igaz, de általában így van. Minél később adod be a pályázatod, annál kisebb lehetőséged lesz nyerni. Nem tudom, hogy ez pont mennyire igaz, de ezt már többször hallottam, úgyhogy gondoltam, megosztom veletek ezt a kis tippet. Szóval mondtam már, hogy lent van a link, ahol kell, ahol fogod beküldeni a pályázatod. Soha, soha, soha ne használj olyan websájtokat, ami .com-mal végződik. C-O-M. Soha. Azok szkemek. Mi az egyetlen website, ahol használhatsz .gov. G-O-V. G-O-V. .gov. Az a website neve. .gov. G-O-V. Az az egyetlen hely, ahol be fogsz küldeni a pályázatod, és az lesz a hely, ahol fogsz megnézni, hogy nyertél-e vagy nem. Arról egy kicsit később. Pályázni ingyenes. Soha, soha ne fizess senkinek, hogy segítsen neked erre pályázni. Vannak olyan emberek, akik ők visa consultant, hogy ilyen vízum segítők, ügynökök.
Visa ügynökök. Nincs ilyen. Zöld kártyára pályázni ingyenes. Nem kell senkinek a segítsége. Majd elmondom, hogy milyen kérdéseket fognak kérdezni, amihez nem kell semmi segítség. Szóval soha ne fizess senkinek, hogy pályázz a zöld kártyára. Mindez kamu. Mi lesz a kérdések a pályázatodon, amit fogsz kitölteni? Meg fogják kérdezni a teljes neved, a szülinapod, a nemed, hogy férfi vagy nő vagy-e. Meg fogják kérdezni, milyen városba laksz, milyen országba laksz most, milyen országba születtél, házas vagy, vagy elvált, vagy szingli, van gyereked, vagy nincs, ha van, hány gyereked. Valamikor kérdezik, hogy mikor, azt hiszem, az én apámnak kellett engedélyt adni, mert a szüleim el voltak válva, és ez lehet, hogy rosszul mondom, de azt hiszem így van. Mikor elváltak, akkor az egyik, és a gyerek még kiskori, akkor az a másik szülőnek, aki ott marad, aki nem jön ide Amerikába, neki kell adni engedélyt, hogy ő megengedi, hogy te elvihess a gyereket magaddal ide. Mert ez egy elég nagy költözés, ez nem csak úgy, hogy a szomszéd országba, az egész óceánon keresztül. Aztán meg fogják kérdezni az útlevelednek a számát, és más útleveli információt, hogy mikor adták ki ezt az útlevelet, mikor fog lejárni, és ilyenek. Könnyű kérdések, amire már tudnod kéne a választ, ott van előtted. És persze a telefonszámod. A kérdések között lesz, hogy adjál nekik egy fényképet magadról, amit csináltál 6 hónap, előző 6 hónapon belül csináltál fényképet magadról. Olyan fénykép kell, mint egy útlevélbe. Szóval fehér háttér, ne legyen rajta sapka, ne legyen rajta szemüveg, ne legyen rajta hát nagyon sok ékszer. Nézzél ki úgy, mint egy normális napon. Tiszta fénykép magadról, fehér háttér, kb. Így ilyen, mint egy útlevélbe. Van minimum kor, aminek kell lenned, hogy tudjál beküldeni a pályázatot zöld kártyára. Nem. Viszont, ha figyeltél a videó elején, kell vagy diploma, iskola végzettség, vagy 2 év munka tapasztalat. Ha 12 éves vagy, te tudsz beküldeni, de ki fognak dobni, mert nem végeztél gimnázium, és nem dolgoztál már 2 éve, plusz még 2 év tanulmány, mielőtt dolgoztál. Mi van, hogyha már itt vagy Amerikába is akarsz pályázni a zöld kártyára? Szabad? Igen, ha már itt vagy Amerikába legálisan, akkor tudsz pályázni a zöld kártyára. Bárhonnan a világon tudsz pályázni a zöld kártyára. Lehet, hogy most éppen Kínába vagy, mint turista, akkor is tudsz pályázni, te nem ott laksz. Ha ott laksz éppen most, akkor nem tudsz, de ha magyar állampolgár vagy, és Magyarországon laksz, és például Németországban vagy, iskolában, akkor is tudsz pályázni. Azután, hogy beadtad a pályázatod október 7-én, fogsz e-mailedre kapni egy számot. Ez lesz a confirmation szám. Confirmation number. Ezt meg kell tartanod. Ezért nagyon fontos, hogy a pontos e-mail címedet adod meg. Mert ezzel a számmal fogod megnézni, hogy kisorsoltak-e vagy nem. Beküldted a pályázatod, kapsz egy e-mailt egy számmal. Azt mentsd el azt a számot. De mi van, hogyha nem kaptad meg a számot? Akkor rögtön add be újra a pályázatod, és nem fogják úgy minősíteni, mint hogyha kétszer pályáztál volna meg, mert akkor az első, akkor látja a gép, hogy az első nem ment át. Tudja, lehet, hogy a interneten van valami baj. És honnan fogod megtudni, hogy téged kisorsoltak? Az a website, amit tettem lent a descriptionbe, azon a website-on, ami .gov-val végződik. Websájton lesz egy olyan hely, úgy hívják, hogy Entrant Status Check, de lehet, hogy átfordítják magyarra. Egy ilyen kis hely, ahol be fogod tenni azt a számot, és megmondja, hogy kiválasztottak, vagy nem. Nagyon fontos, hogy elmentsd ezt a számot, mert mikor beteszel a számot, és ha kisorsoltak, akkor ott fogja mondani neked a dátum, és az időpont, hogy mikor lesz neked interjú a vizára. Azt hiszem ez a amerikai követségbe lesz, de fog kelleni menned egy ilyen interjúra,
és azon fognak tőled kérdezni kérdéseket, hogy van valami betegséged, vagy voltál már börtönbe? Ha voltál börtönbe, mondd meg nekik. Mert a legfontosabb dolog, amit akarnak egy emberbe, hogy ne hazudjon, hogy becsületes legyen. Persze nem akarnak, hogy jöjjenek ide gyilkosok, úgyhogy ha azért voltál börtönbe, mert megöltél valakit, akkor nem fognak téged választani. De ha valami hülyeségért, mindegy, hogyha van valami ilyesmi, akkor mondd el nekik, mert ők akarják, hogy becsületes legyél, és mondd az igazat. Aztán, miután kisorsolnak, el kell majd menned orvosi vizsgálatra, meg fogják nézni, hogy milyen egészséges vagy, fognak vértesztet csinálni, megnézik, hogy milyen magas vagy, milyen színű a szemed, ilyen-olyan dolgokat. És az utolsó, ami legfontosabb, mikor fogod megtudni, hogy sorsoltak? Azon a websájton, arra a websájtra mész, amit lent betettem, május 8-21-től szeptember 30-2022. Szóval fogod azt a számot, amit kaptál, beteszed abba a keresőbe, az a status kereső, hogy kisorsoltak-e vagy nem, és ezt meg fogod látni május 8-án aznap. Minél hamarabb nézed meg, annál jobb, hogy tudd, hogy mikor van neked az interjúnak a dátuma. Ez az interjút fogsz Magyarországon csinálni. Szóval ezek lehet látható május 8-2021-től szeptember 30-2022. A vírus miatt meghosszabbították ezt az időt, mert általában úgy van, hogy októberre beadod, és következő év szeptember-októberbe már jöhetsz ide? Októberbe. Igen, beadod októberbe, és következő év októberbe jöhetsz ide. Viszont a vírus miatt ezt meghosszabbították, úgyhogy ha most beadod, akkor nem jövőre jössz ide, hanem két év múlva, 2022. Okay, szóval, tudom, hogy ez sok információ volt, de ez minden információ, ami kell neked egy videóba, ahelyett, hogy olvasd egy millió papírt. Legfontosabb dolgok. Ez ingyen van, ahhoz, hogy pályázz. Ne fizess segélyért, hogy neked segítsenek ezt kitölteni. Mert Ukrajnában volt egy olyan scam, hogy emberek pályáztak, és őket kisorsolták, és a postán kaptak egy levelet, egy sárga borítékban levelet, mondják, hogy jó, téged kisorsoltunk, ha meg akarod kapni a papírjaidat, fizess nekünk 2000 dollár. 2000 dollár az nagyon sok. 1 dollár most 313 forint. Úgyhogy ez nagyon sok pénz. Az kb. 700 ezer forint. Ha téged kiszavaznak, ők nem fogják neked mondani, ahhoz, hogy megkapja a papírjait, hogy te megkaptad. Neked kell azt a számot, amit kaptál, megnézni, hogy megkaptad vagy nem. Senki nem fog téged hívni, senki nem fog neked postán küldeni levelet, hogy te megkaptál, hogy téged kisorsoltak. Ha ilyet kapsz, akkor ez kamu. Ne fizess senkinek semmit. Mikor nyílik ki? Október 7-e dél New York időbe. És rögtön küld be a pályázatod. Kell a vagy iskoladiploma, vagy munkatapasztalat, és Magyarországból gyere, mert onnan nem pályáznak sokan. Minél kevesebb ember pályázik a te országodból, annál nagyobb lehetőséged van. Szóval remélem ez a sok információ segített, mert ez minden, amit kell tudnod? Igen, ennyi. Szóval ott lent van a weboldal, ahol október 7-én külbepályázást, ha szeretné ide Amerikába költözni. Sok információ volt, tudom, ha nem jegyeztél meg valamit, nézz át újra! Úgyhogy igen, ennyi a videóból, remélem tetszett, ha igen, tudod ott lenni, mit kell csinálni. És ha pályázol, akkor sok-sok szerencsét kívánok neked. Jöjjetek ide, magyarok! És hozzatok nekem Túra Rudit! Oké. Sok szerencsét mindenkinek, és remélem tetszett a videó. Remélem hasznos volt a videó.